A Szálasi kormány által megszüntetett kamarák csak a rendszerváltás után alakulhattak újjá. 1996. december 2-án Hekenaszt János elnökletével létrejött a Vas megyei területi építészkamara is. A szervezet célja a kezdetektől az volt, hogy biztosítsa tagjainak az ideális munkafeltételeket és népszerűsítse a szakmát. Sokszor a jogalkotási zűrzavarokban úgy tűnik, hogy nem igazán a mi vitorlánkat hajtja a szél, de tudomásul kell venni, hogy sok évtizedes másfajta mentalitás után nem lehet azonnal elsőre megoldani a problémákat. Én úgy gondolom, hogy mi jó úton vagyunk, ezen a 25 év itt Vas megyében eredményes volt. Nagyon sokat tettünk azért, hogy megismertessük a szakmát a társadalommal. Az ünnepségen harangozó Bertalan kormány megbízott az építészet tudományterületeken átívelő komplexitását emelte ki, és felidézte a nagy elődök Heffele Menyhért és Rauscher Miksa városképet is meghatározó munkásságát. A Magyar Építészkamara elnöke az újjáalakulás körülményeiről emlékezett meg. A parlament ezt egy tartózkodással, hogy ez a pont egy tartózkodás miért született meg, ez teljesen lényegtelen ilyen szempontból, de tulajdonképpen teljesen egyhangúan hagyták jóvá az építészkamarai törvényt. A kamara 2012 óta évente egy kitüntetettnek adományoz Rauscher díjat, kiemelkedő tervezői és aktív kamarai tevékenységéért. Idén Mátis Barna érdemelte ki az elismerést. Az ő munkája többek között a Brenner iskola, a megújult Mesevár óvoda és a Mozi Árkád. Az, hogy a Rauscher díjat én kaptam most meg, hát ez nagyon meglepett. De tényleg nagy öregeink vannak itt a kamarában, nálam lényegesen nagy nagyobb súlyú életművel, nem nagyon tudom, hova tenni, nagyon örülök neki, meglepett, igen. A jubileumi kiadványba bekerült az alapító taggyűlés jegyzőkönyve, a Tököli utcai székház története, a tagok, tisztségviselők és a díjazottak névsora, valamint az építész biennálé tablói. A Vas megyei építészkamarának jelenleg 200 körüli aktív tagja van.